Hello mindenkinek! A mai videóban egy színes, de mégis erős, füstös, nevezzük drámainak végül is, mert nem egy hétköznapi smink, amit végül is elkészítettem. Pigmentet használtam az inglottal, úgyhogy elegáns is, ünnepies is, de sötét, füstös, úgyhogy szexi is, partisnak is lehet nevezni. És élénk rúst használtam, valamint, mint mondtam, narancssárga, rozsdás árnyalatokat használtam a mai sminkhez. Remélem, hogy tetszeni fog nektek, nekem nagyon-nagyon tetszik, pont ilyenre gondoltam. Jó, nyilván mindig satírozhatnék még, javíthatnék még, de gyerek mellett ugye ez nekem már nem nagyon szokott beleférni, mint régen. Egyébként úgy néz ki, amilyet szerettem volna nektek mutatni. Úgyhogy, mint mondtam, remélem, hogy nektek is tetszeni fog, és hogyha szeretnétek megnézni, hogy hogyan készítettem a sminket, akkor tartsatok velem. Ma a Dior Backstage 03-as palettámat fogom használni, amiben pirosas, ilyen vöröses, rozsdaszínek vannak végül is, és itt a jobb felső, vagy bal felső, hogyha innen nézzük, az pedig egy szemhéjfestékbázis, úgyhogy a palettából, igen, úgyhogy a palettából használom a szemhéjfestékbázist. Az első szemhéjfesték, amit használni fogok, az itt ez a narancssárga tónusú barna lesz, matt szemhéjfesték. És elkezdem úgy felvinni ezt a színt, hogy a mélyítő vonalra, de kifelé satírozok. Tehát most hegyes satírozást szeretnék készíteni. Így. Egészen behozom ideig. Jaj, és jó nagy satírozó ecsetet használok, direkt. Most egy tiszta satírozó ecsetet veszek elő, és egy narancssárga szemhéjfestéket. Viszont mivel élénket akarok, tehát ilyen rozsdás narancssárgát, nem pedig ilyen világos sárgás narancssárgát, ezért itt nem nagyon látok olyat, amit én szeretnék. Ilyesmit szeretnék, de ez meg nagyon élénk, úgyhogy majd lehet, hogy keverni fogom a mellette levővel. Tehát ilyen tűzszerű narancssárgát akarok, de mivel ez túl élénk, ezért lehet, hogy be fogom keverni ezzel a sima sárgásabb narancssárgával, világosabb is mellette. Mindjárt megnézem. Igen, mert ez egy kicsit, igen, ez egy kicsit sok, úgyhogy mindjárt megnézem. Ez viszont jó lesz. Jó, keverni fogom a kettőt. Ja, aranyos vagy. Jaj, Istenem. Úgy, és akkor így kaptam végül is egy olyan tüzes narancssárgát, amit akartam, de mégse olyan túlélénket, hogy sikítson róla, hogy ez most narancssárga. Jó. Elkezdem készíteni az alapot az egyébként pigmentünknek. Úgyhogy elkezdem használni ezt a fényes rozsdaszínt, erről a Dior palettáról, és ezt egy szintetikus ecsettel fogom felvinni, ezzel ugyanis koncentráltan tudom felvinni, a pigmentet is ezzel fogom amúgy. Először használom a MAC Fix and Plus sprayjét, ezzel ugyanis benedvesítem az ecsetet. Igen. Igen. És elkezdem felvinni akkor ezt a szemhéjfestéket. Ezt végül is az egész szemhéjre akarom felvinni. Ez ugyanis alapja lesz egy másik, tehát a pigmentnek, amit majd ráviszek. Ez
Visszajövök ezzel a... Hoppa! Visszajövök ezzel a barnával, amit legelőször használtunk. Visszaveszek ebből a rózsaszín, vagy narancssárgás effektusból. Mert ide-vissza akarom vinni ezt a barnát. Elsatírozni. De nem baj, hogy a narancssárga alatta van, mert az cél egyébként. Ez segít átmenetet is képezni, magyarán szólva. Szóval ilyen V alakban viszem fel. Kezdjük el felvinni a pigmentet végül is most már. Amihez egy még úgymond laposabb, hegyesebb, szintetikus ecsetet veszek elő, ezzel még koncentráltabban tudom felvinni a inglott pigmentemet, ami a 124-es pigment, nekem csak egy kis műanyagban van áttéve, tehát ez nem az eredeti kiszerelés, mert nekem nem kellett az egész. Megint benedvesítem ugye a mekkes sprével az ecsetet. Végül is az egész szemhéjra felvittem, és mivel pigment így azért fel-fel tapad a mélyítő vonalra, de ez is nem számít. Ismét a backstage paletta, ismét ez a fényes rozsdás szemhéjfesték. Rozsdás. Ezt egészen innen a belső szemzugtól végigviszem itt a szempilla töveknél. És összekötöm vele itt a szélén is a sminket. Következő szemhéjfestékecset, amit megint csak nagyon szeretek alulra használni, az ez a tömzsi, egyébként ez természetes szőrű. Az előző is az volt, de mindegy, tehát az egy vékony szemhéjtusecset végül is eredetileg. És akkor megint ezt a matt, barna szemhéjfestéket használom, viszont ezt már összedolgozom ezzel a narancssárgával, és alatta viszem el. De végül is csak elsatírozom a széleit, és sötétítem. Nagyon szép ez a szemhéjfesték, és ez pont illik ehhez a rozsdás, narancssárgás sminkhez. Ez a sötét barna. Idáig kihoztam, és akkor majd megint vissza fogunk jönni satírozni, mert de itt a pigmentet nem akarom amúgy a mélyítővonalon majd. Ha lenne sötét barna, folyékony szemhéjtusom, azt használnám, de nincs. Ezért feketét fogok felvinni, de egyébként nagyon szeretném finomítani, ha lehetne, de nem lehet, úgyhogy használjuk akkor ezt. Jó. Ezzel végül is a célom csak az, tehát nem fogok nagy macskást meg semmit, mert azt a satírozással akarom majd. Ezzel a célom csak az, hogy előkészítsem a sötétítést a műszempilláknak. Egy ilyen hegyesebb, úgymond ceruza ecsettel akarom elvégezni itt a sötétítést. Megint csak ugyanezt a matt sötét barnát használom. És utána egy picit fogom sötétíteni, mélyíteni ezzel a nagyon még sötétebb, és ez már rideg barna, nem meleg tónusú, mint a másik. De azzal majd csak rámegyek finoman. És mivel ez szed le egyből pigmentet, ahogy csinálom, így egy zsebkendőn már le is veszem. Mert nem akarom a pigmentet tovább vinni a sminkemen. Sőt, eltávolítani akarom inkább. Mert a mélyítővonalra nekem nem kell a pigment, csak a szemhéjra.
De ugye az ember szeme mozog, tehát kivéthetetlen, hogy átmegy oda is. És ezt ide alulra is, mert itt is rá akarok sötétíteni a sminken. Most megint dolgozzunk mindent össze, ugye, mint ahogy szoktuk mindig a füstös szemfestéseknél. És mivel már minden leperget, mindjárt feltakarítom. Jó, most már tényleg a végén vagyok. Lapos szemhéjfestékecset, és szeretném a belső szemzugot és a szemöldök alatti részt megvilágosítani. És egy picit rámegyek ugye a narancssárgás eldolgozásra, meg a belső szemzugnál viszem fel. Szempillát, ami nagyon-nagyon hosszú, ardelmű szempilla, nem tudom már melyik szám vagy ilyesmi, de hosszú, és aránylag azért drámai szempilla. Ezt felteszem, és akkor visszajövök. A szempilla spirál az pedig a szokásos, a hipnóz, a Lancôme hipnóz originál szempilla spirálja lesz, amit alatta fogok majd alulra is felviszem, vagyis hát megfestem az alsó szempilláimat is. A piros. A 777-es Ultra Star nevű Ultra Rouge Dior az Ultra Rouge kollekcióból fogom használni a 777-es színt. Ez ugyanis egy mondom tűz narancssárga. A 436-os sötét, mondom ilyen rozsdás színű narancssárgát fogom felé felvinni. És aha, igen, így lesz olyan, amilyet szerettem volna rúzsnak használni. Magában csak ezt használtam volna, akkor meg túl sötét lenne. Így viszont tökéletes olyan, amilyet akartam. Ma a NARS-nak a fényes Laguna bronzerét fogom használni. Pirosító. Itt most akarom a narancssárgát, hogy érződjön. Tehát ezt az élénk narancssárgát fogom használni a pirosító palettámról, ami hasonlít a rúzsomhoz. De azért leütögetem előtte. És úgy dolgozom össze. És így viszont tökéletesen néz ki. Ügyes vagy, segítek kifújni az. Jó, és akkor most már tényleg csak a highlighter marad, ami a 01-es Nude Luminizer a Diortól. Ez egy fényes arany. Hát fényes, hát minden highlighter fényes. De koncentráltabban akarom felvinni, úgyhogy megint csak használom a MAC Fix Plus sprémet.
mert nedves hatással, látjátok, sokkal többet is élénk ebben. Nem élénk, sorry, vagy nem élénk, hanem intenzíven akarom felvinni. Remélem, hogy tetszett nektek akkor ez a mai, egyébként drámai, de színes, nyárias, elegáns is akár. Szerintem egy nagyon-nagyon jó smink lett. Attól függetlenül, hogy szín is van benne, füstös is. Szerintem, és attól függetlenül, hogy nem egy hétköznapi választás. Ha tetszett a videóm, kérlek lájkoljátok, írjátok meg a véleményeiteket is, és iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, hogy minden hétfőn, igyekszem, de minden héten egy videót mindig feltöltök, de igyekszem hétfőn egyébként, tehát hogy elsőként láthassátok mindig, ha feltöltök egy-egy új videót. Kövessetek Facebookon és Instagramon is, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!